Új turisztikai kiadványt készített a Vakok és Gyengénlátók Egyesülete. A hangélmény nevet viselő CD Nyíregyháza önkormányzatának támogatásával jött létre 355 ezer forintból szakértők bevonásával. A Nyíregyházi Egyetem oktatója Csíki Nándor szerkesztette és fordította, aki évek óta a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének önkéntes segítője. Maga az ötlet az a tavalyi év 2017 nyarán merült fel, akkor kezdtünk el gondolkodni azon, hogy hogy készüljön el, hogy nézzen ki. A felvétel idén januárban készült, az angol és a német idén augusztusban. Ezek után mindig még van némi utómunka, meghallgatjuk, mi az, ami javítandó rajta, mi az, ami hiányzik, esetleg pótlandó, és ezt az évet vette tehát igényben, de hát természetesen csak így foltokban, pontokban. A hangélmény CD változatához készült egy 25 ezer karakterből álló leírat is. A digitális kiadvány a látássérültek számára hiánypótló eszköz, ha külföldi utazásról van szó, de azoknak is hasznos lehet, akik szeretik a hangos könyvek nyújtotta kötetlenséget. A közel 70 perces hanganyag speciális dialógusokat tartalmaz. Különböző szituációkat hallgathat, aki megrendeli ezt a kiadványt, angol és magyar fordítással, német nyelven és magyar fordítással, arra vonatkozóan, hogyan lehet külföldön boldogulni, például látássérültként egy repülőn, egy étteremben, vakvezető kutyával külföldön. Ezek speciális élethelyzetek, és hozzátartoznak ilyen tipikus közlési folyamatok. Például, ha bemegyünk egy boltba, akkor mi látássérültek nem azt mondjuk, hogy szeretnénk megnézni, hanem szeretnénk megfogni, megérinteni. A kiadvány szinte teljesen elkészült, az utolsó simításokat végzik rajta. A munkálatok befejeztével a tervek szerint minimális jelképes összegért juthatnak majd hozzá a látássérültek.